Az Enyész Pontok az egy olyan projektsorozat, amely a 20. század különböző időszakaiban vizsgálja a zsidó identitás és az antiszemitizmus kérdéskörét, és az egész az 2015-ben kezdődött, a Tomlantos Intézet keresett meg azzal, hogy találja ki egy holokausztra reflektáló kortárs képzőművészeti kiállítást. Az első Enyész Pontok az a 1944 novembere és 1945 tavasza közötti dolgokat mutatta be, tehát a nyilas hatalom átvétel időszakát vizsgálta meg. A második alkalom az az Off Biennale Budapest keretén belül a 2B galériában valósult meg. Itt az 1945 és 48 közötti időszak volt fókuszban, és elsősorban a vidéki zsidóság helyzete. Mind a két alkalommal 6 művész direkt erre a projektre hozott létre új műveket, ami fontos, ezt fontos megjegyezni. A harmadik része volt az első, ami már egy klasszikusabb kiállítási formában jelent meg. Ennek a helyszíne a Zsidó Múzeum volt 2018-ban. Itt a kora Kádár korszakkal foglalkoztunk, az 1958 és 1964 közötti résszel, és azt próbáltuk megnézni, hogy hogyan volt jelen ebben a korszakban a zsidó identitás és az antiszemitizmus, ami ugye a közvélekedés szerint nem létezett ekkoriban, de azért ezt a kijelentést próbáltuk egy kicsit árnyalni és megnézni azt, hogy egy kicsit ilyen búvópatak-szerűen mégiscsak hogyan volt jelen az akkori magyar társadalomban ez a problémakör. Így jutunk el a mostani Trafó Galériában látható kiállításhoz, amely a rendszerváltás időszakát vizsgálja. Ugyanúgy, ahogy az eddigieknél, most is a felkért művészek új művet hoznak létre a projekt kedvéért. A rendszerváltás egy olyan fontos fordulópontja volt a magyar történelemnek és a magyar társadalomnak, ami mind a mai napig nagyon sok szegmensből meghatároz minket, a gondolkodásunkat, azt a társadalmi közeget, amiben élünk, azt a politikai klímát és nagyon sok minden mást is, és nagyon sok minden erre az időszakra vezethető vissza, és ezért is tartom nagyon izgalmasnak, hogy a felkért művészek milyen témakörökkel foglalkoznak. Közvetlenül az 1990 utáni rendszerváltás első éveit gyakran emlegetik ugye a zsidó reneszánsz időszakának, amikor nagyon sok máig is meghatározó intézménye jött létre a magyarországi zsidó közösségnek. És akkor részint ezzel, ezután kezdtem el kutatni, másrészt pedig ugye fölvetődött bennem az is, hogy itt feltehetőleg, illetve hát történeti ismeretek szerint is ugye ebben az időszakban sok más egyéb dolog is, mondjuk így a reneszánszát élte. Többek közt azt lehet mondani, hogy mondjuk a radikális nemzeti érzület is bizonyos értelemben ekkor élet újra, ugye a hosszú, mondjuk a kádárizmus ilyen tabusított időszaka után. És akkor valahogy ez a két dolog kezdett el érdekelni, és hát ennek a megjelenítésére az egyik mondjuk így találóbb, kiválóbb helyszín az ugye a dél-magyarországi Szarvas városa volt, ahol tulajdonképpen térben és időben is teljesen párhuzamosan két eléggé meghatározó intézmény jött létre. Egyrészről ugye egy zsidóságot érintő intézmény, ez a sokak által ismert Szarvasi Lauder tábor, másrészt pedig az úgynevezett történelmi országközép emlékmű, ami a történelmi Magyarország földrajzi közepét jelöli. A mű mögötti kutató munka tulajdonképpen arra irányult, hogy föltárjam azt, hogy ebben a kezdeti időszakban, tehát mondjuk 1990 és 95 között nagyjából hogyan alakult ki ennek a tábornak a szerkezete, jelentősége, illetve hogyan alakult ki ennek az emlékhelynek a jelentősége és a sorsa. Tekintettel arra, hogy a Nagy Magyarország ország közepét jelző országközép emlékmű,
Az hát egyrészt a két háború közti időszakban, de sokkal erőteljesebben ugye a rendszerváltás időszakában tulajdonképpen a nemzeti radikalizmus, a szélsőséges nemzeti radikalizmus mondjuk emlékejévé vált, kiváltképpen az első években, és hát nyilván ez bizonyos feszültséget teremtett az ettől az emlékműtől nagyon, vagy hát egész közel levő mondjuk zsidó kulturális tábor léte és egyáltalán táborozói között. Tehát, hogy igaziból ez a feszültség, a nemzeti radikalizmus jelenléte, ami ugye 1985-ben csúcsosodott ki, amikor egy hatalmas ilyen bőrfejű EK által szervezett motoros találkozót szerveztek Szarvasra az emlékmű környékére, és tulajdonképpen ez az 1995 lett a mondjuk a szarvasi tábor és a Szarvas mint település, mint földrajzi hely mondjuk így különválásának az éve is emiatt. Egyfajta félelemi időszak vette kezdetét tulajdonképpen 1995-től kezdődően. És tulajdonképpen ez a folyamat, ami a rendszerváltás egészére jellemző, nagyon világosan lemodelleződik a tábornak és ennek az országközép emlékműnek a 90-es években lezajlott történetében. Erről a kiállítás egy olyan, egy nagyon specifikus dátumot, időpontot választottam, ez 92 nyara. Számomra ez jelentette lényegében ezt a rendszerváltás idézőjelben eufórikus szakaszának a végét, 92. De számomra ekkor véget ért ez a történet, amikor még így ez nyilván életkori adottságokból kifolyólag is nagyon pozitívan álltunk hozzá a változásokhoz. Valami nagyon-nagyon radikálisan véget ért 92 nyarán. Ekkor a nyár jól indult, Szent Jobbi Tamás bemutatta a budapesti búcsú keretében a Szabadság lelkének szobra című munkáját, ami ugye arról áll, hogy a szabadság szoborra fehér ejtőernyő sejemből készített egy leplet két nagy nyílással, tehát ezáltal ez a szabadság szobor átalakult egyfajta ilyen szellem piktogrammá, ami számomra egy 90-es évek egyik legfontosabb köztéri munkája volt, vagy akár mondhatjuk az elmúlt 30 évnek az egyik legfontosabb munkája volt, egyszerűségével, radikalizmusával, efemermi voltával. Tehát egy nagyon fontos munka. És véget ért a budapesti búcsú, és rá egy hónapra, körülbelül augusztus 20-án Csurka István, ugye a közismert író, aki végig a 70-es, 80-as évek ünnepelt szerzője volt, az által alapított Magyar Fórum című labban, ami a Magyar Demokrata Fórum pártlapja volt lényegében, Csurka István, mint az MDF egyik alapító tagja publikált egy nagyon hosszú tanulmányt. Ez a szöveg, amit már akkor nagyon sokan kritizáltak, jobb oldalon is, az úgynevezett bal oldalon is, nyilvánvalóan egy lényegében a magyar szélső jobboldal alapító manifestumaként definiálható. Ez volt az első olyan szöveg, ahol hosszú szöveg, amit egy vezetőpolitikus, művészpolitikus írt, amiben tradicionálisnak nevezhető antiszemita toposzokat vegyített egy konkrét politikai programmal. És ez volt az a pont, amikor tényleg kézzelfoghatóvá vált a magyar egyfajta, ugye Tamás Gáspár Miklós szavai, illetve posztfasiszta szellem, testet öltött újra. Az a fasiszta szellem, amit Csurka István felélesztett, átalakult önmaga is egyfajta szellemé, ami így
a mai napig kísért a politikai térben. Ha ma újra publikálnák Csuka István szövegét, szerintem ez semmiféle problémát nem okozna. És ez a tragédia. Tehát ez volt az első szöveg, amivel lényegében lerúgták a lécet. Tehát, hogy nincs kontroll, nem kell, simán lehet rasszistának lenni. Tehát ez nem csak antiszemita, ez egy rasszista szöveg alapvetően, tehát így kultúra és genetika, mindenféle dolgokat kever benne, tehát tényleg abszolút náci toposzok jönnek elő. Ezt manapság az elmúlt 10 évben napi szinten halljuk és olvassuk. Pálinkás Bence Györgynek a Lassabb hajnalt című alkotása, ami a Péterfi Sándor utca 42-es szám alatt található ingatlan történetét mutatja be korabeli dokumentumok alapján, interjúk, cikkek és mindenféle egyéb feljegyzés felhasználásával. Nagyon szépen felrajzolja a nézők számára azt, hogy hogyan is néztek ki a 90-es évek elején a különböző szélsőjobboldali szerveződések és mozgalmak, és ezek hogyan alapozták meg azt, hogy a következő évtizedekben ezek parlamenti pártokká tudjanak válni. Nagy Csillának a Pulóver című alkotása, ami egy tárgy történetén keresztül mutatja be a szlovák zsidóság történetét különböző aspektusokból, és ez a tárgy ez nagyon szépen összeköti a vészkorszak időszakát a szocializmus időszakán keresztül a rendszerváltásig, és egy kicsit talán egészen a mai napig. Három ember, három a szlovák zsidóság szempontjából fontos ember nézőpontjából ismerjük meg a rendszerváltás időszakát, és nem is csak a rendszerváltásét, hanem az elmúlt 70 évét, akik már különböző módon kapcsolódnak ehhez a Pulóverhez, az egyikük a Pulóver tulajdonosa, a másikuk az a történész, aki ennek a Pulóvernek a történetét először megírta, aki először interjúzik a Pulóver tulajdonosával, és végül pedig annak az intézménynek az igazgatója, aki beemelte a nemzeti emlékezetbe ezt a tárgyat, és ezeken a beszélgetéseken keresztül, vagy ezeken az interjúkon keresztül nagyon szépen kibomlik, hogy milyen is lehetett a rendszerváltás időszaka a szlovák zsidóság számára. Igazából az érdekelt, hogy hogyan válik egy tárgy az emlékezet hordozójává, hogy hogyan működik ez a rendszer, tehát hogy van egy tárgy, amihez kötődik valami emlék, és az bekerül egy múzeumba, ami meg tulajdonképpen az emlékezetnek az intézménye. És hát mind a három személy igazából a 90-es években nagyon fontos szereplője volt először ugye a csehszlovákiai, majd a szlovákiai zsidó közösségnek a formálásában, illetve az öntudatra ébredésében. Tehát, hogy mivel 89 előtt Csehszlovákiában szinte semmi, tehát tabu volt a zsidóság, meg a holokauszt, bármi. Tehát, hogy minden csak a 90-es években indulhatott el. És például ez a zsidó közösségi múzeumnak is a kései megalapításhoz tulajdonképpen ezzel függ össze, hogy nagyon sok időnek kellett eltelnie, míg egy múzeumot meg tudott alapítani önerőből mondjuk a zsidó hitközség. Gosztola Kitti sűrítmény című tárgyáról mondanék néhány szót, ami a címének megfelelően nagyon szépen magába sűrít egy nagyon is tipikus rendszerváltáskori történetet, ami egy Salamon Berkovic nevű ortodox Amerikából hazatelepült zsidó vállalkozó története, aki megpróbálja újra brandingelni a Traubi szódát, ami egy jellegzetesen osztrák receptúrán alapuló Magyarországon a szocializmus üdítőitalának titulált termék. Berkovic alakján keresztül szépen kibontakozik, hogy milyen jogi csatározások mentek végbe a 90-es évektől kezdve ennek a Traubi szódának a birtoklási jogáért, hogyan próbált meg belőle egy kóser magyar terméket csinálni,
milyen nehézségekbe ütközött, akár jogi szempontból, akár pedig a korszak zsidó intézményrendszerével való csatározásai is benne vannak, illetve az egész 90-es évek belesűrűsödik ebbe az egy tárgyba, és az egész zsidó, illetve magyar identitás is egy kicsit benne van. A Lassabb hajnalt cím ugye Pálinkás Bence művéhez kapcsolódik, aki azért választotta ezt a címet, mert az 1940-es évekbeli különböző hungarista mozgalmaknak az egyik jelmondata volt ez a gyorsabb hajnalt, és erre reakcióul írta fel ennek a pincének a falára foszforeszkáló festékkel azt, hogy lassabb hajnalt, és azt hiszem, hogy ebbe, hogy pont azért is választottam a kiállítás címéül is ezt a mondatot, mert szépen sűrűsödik benne minden, amit az Enyész Pontok projekt sorozattal szeretnék kifejezni, hogy nagyon fontos megismerni azokat a pontokat a múltunkból, amelyek talán csak történészek számára ismertek, és ezekre egy kis fényt irányítani, egy spotlámpát, hogy kibontakozzon az, hogy ezek az apró dolgok milyen szörnyűségekbe torkolhatnak.